Hetedik alkalommal szervezték meg Nagyváradon a várost és a Római Katolikus Egyházmegyét alapító király tiszteletére a Szent László napokat, mely a lovak király tiszteletére írt himnusz bemutatásával kezdődött. A Nagyváradi Szigligeti Színházban Szilágyi Péter helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja a külhoni magyar közösségek keresztény értékrendjén alapuló rendezvénysorozatokat. Magyarország kormánya kiemelten támogatja a nemzetpolitikai eseményeket határon túl. Ennek egyik fontos állomása itt Partiumban a Nagyváradi Magyar Napok. A kezdetektől fogva támogatjuk ezen rendezvényt, hiszen azt látjuk, hogy értéket közvetít, magyar nyelvet, kultúrát közvetít. Egy héten keresztül olyan programok valósulnak meg, amelyel meg tudjuk szólítani a helyi magyarságot. A magyar népzenei kincsből válogatott Sebestyén Márta és a Sebő Együttes Szent László királytól napjainkig. Bemutatták a határon túli magyar műemlékek templomok megóvására indított Rommer Flóris terv eddigi eredményeit. A város tehetséges előadói pedig vallásos énekekkel léptek fel a nagyváradi középkori várban. A Nagyvárad olaszi Szentlélek kiáradása római katolikus templom altemplomának felújítására is gyűjtöttek a nyíregyházi Cantemus ifjúsági vegyeskar és a Cantemus fiúkórus fellépésén. Bemutatták a Szent László nyomában Erdélyben készült filmet is. Szent Lászlót elsősorban lovak királyként ismerik. Tehát a hódításait Erdély szerte Magyarországon mindenki azzal rokonítja, és közben elfelejtik, hogy ő közösséget teremtett. Szent László egy közösségteremtő, egy erő volt, aki mindig azt hirdette, hogy együtt, egymásért kell tennünk, Magyarországért. A film közel 80 erdélyi és párciumi templom freskóját mutatja be, mely Szent Lászlóhoz kötődik.